Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön néhány gyors tipp, haladó tank tippek, tanácsok arról, hogy hogyan tartsuk életben minél hosszabb ideig a tankunkat, hogyha ezt szeretnéd elérni, mert azért tankkal kétfajta játékos van Battlefield-en belül, hogy én észrevettem. Az őrült fajta, aki bemegy mindenhova, és ilyen két másodperc alatt kilövik, de legalább csinál néhány kill, és van az a másik fajta, aki én is szeretek inkább lenni. Szeretem életben tartani a tankot, és minél magasabb killstreaket elérni vele, hogyha az lehetséges, és akkor ennek kapcsán szeretnék adni néhány tippet, vagy akár meglátást inkább, ami volt, ami kialakult nekem a játékkal kapcsolatban, hogy minél hosszabb ideig tud Battlefield 4 keretén belül, talán esetleg BF3 keretén belül is életben tartani azt a bizonyos tankot, főleg ugye, hogyha tankcsatára kerül soha, hogyha a gyalogság kezd körbevenni, hogyan kerüljük el ezt, és hogyan mozgolódjuk úgy a pályán, hogy jó eredményt tudjunk elérni a tankkal, mert úgy gondolom ez egyik legélvezetesebb játékmód BF4-en belül, hogy tankkal megyünk, de lehet, hogy csak azért, mert nekem már annyira nem nagy élmény csak fegyverrel mászkálni és lőni ugye a Call of Duty mód miatt, de ja, egyébként ugye alapvetően szeretem a tankot. Nos, az egyik és első lépés, ugye tank kétféleképpen szerelhető föl, felszerelhető azért, hogy mondjam, páncélozott jármű elleni csatákhoz, és összerelhető is, amikor gyalogságra is tudsz vele fókuszálni a gépfegyver miatt, ami rajta van, de páncélozott járművekre is. Csak mi van akkor ugye, hogyha az ellenfél tankjai többnyire páncél ellenes felszereléssel vannak, vagyis például van egy staff shell-je, mint ami nekem is itt be van rakva, itt a tankom full páncél felszerelés, páncél ellenes felszerelésben van, tehát van a főágyú és van egy staff shell, ami annyit tesz, hogy a előtte lévő járművet beméri, és hát gyakorlatilag mindenképp eltalálja, és ezzel ugye megnövelve az esélyét arra, hogy a tankcsatákat majdhogy nem mondjuk úgy 80%-ban menjen, mert a legtöbb ember a gépfegyvert használja másodlagos fegyvernek, mert a gyalogság kiszedése miatt, úgyhogy az első, hogy úgy mondjam, megközelítés és ilyen meglátás az, hogy jó, hogyha megtanulod a főágyúval eltalálni az ellenfelet. Nos, erre az upshell az egyik legjobb löveg, hogy úgy mondjam, mert a robbanási rádiusza nagy és képes megölni a gyalogságot, eleve a robbanási rádiusz is, de hogyha mi van, hogyha egy nagy pályán vagy ugye gyakorlatilag, egy széles nyitott pályán, akkor a szabott shellnek nagyobb hasznát venne, úgyhogy azon kívül, hogy megtanulod a gyalogságot megölni vele, és ezért is jobb a szabott shell-le gyakorolni, mert precíz célzást követel meg, mert el kell találd az ellenfelet, mert a robbanási rádiusz nagyon kicsi ennek a lövegnek, és nem hallnak bele, a gyalogság nem hal bele, így célszerűbb ugye megtanulj precízen célozni. Az kulcsfontosságú abban, hogy eltaláld a gyalogságot. Na most, a baj elkerülés, hogy úgy mondjam, hogy ne kerülj bele a gyalogság szőtte gyűrűbe, illetve ne nagyon menj és fuss bele az ellenfél tankjainak a gyűrűjébe, hogy ne kerül ilyen bajba, egy-két meglátás, hogy hogyan tudnád ezt elkerülni. Nos, ez a videó részlet, ez így pont jó, hogy a F a miénk, D az övéké. Amit csináltam itt, illetve amit gondolok, most képzelj el, a D és F között kettő darab ilyen ovális kört gyakorlatilag, és a két ovális kör valahol a híd környékén, tehát valahol a híd környékén metzi egymást, és az a metszet, tehát van két ovális kör, és van egy metszet. A metszet az a rész, ahol a gyalogság harcol, az a rész, ahova te gyakorlatilag nem szeretnél bemenni a tankoddal. Mit kell neked tenned? A saját kis ovális körödön belül, azon belül szépen kell kiszedni a gyalogságot, segíteni a te csapattársaidat, hogy előre tudjanak nyomulni, és effektívebben le tudják győzni a gyalogságot, szóval az a metszet, amiben nagyon nem szeretné beletartani, inkább távolabbról kilőni. Miért? Mert sose tudod, hogy abból a bizonyos másik ovális körből mi tart a keret a metszet felé. Lehet, hogy az ellenfél tankjai, de te azt már távolról meg tudod látni, fel tudod mérni, és távol elkezdheted kiszedni gyakorlatilag a páncélozott jármű elleni felszereléseddel. Ugyanez igaz, hogy a gépfegyvert is használsz másik
második fegyverként, és gyakorlatilag szedheted ki távolabbról a gyalogságot, de ezt az ovál, ezt a metszetet érdemes fejben tartani, és ugye ahogy mozog a gyalogság, úgy kitolni ezt a két bizonyos kört, és a következő megtámadandó terület felé megint csak szabni egy ilyen kört, és ez segít elkerülni azt, hogy belefuss a gyalogságba, ami másodpercek alatt elintéz, ha ketten, hárman vannak már gyakorlatilag vége a bulinak, nem tud olyan gyorsan kilőni őket, és segít elkerülni azt, hogy az ellenfél tankinak gyűrűbe kerül bele. Én itt például már igazából nagyon belejöttem a keretmetszetbe, hát azért meg is látszik az ára, mert azért masszívan elkezdenek lőni. Hál' Istennek azért behúzottam egy szikla mögül is a másik tanknak, ami ott volt, azért nem volt rám látás, és mi is ketten lőttük itt a másik tankot, amit javítottak amúgy. Szóval a másik ugye lényeges és kulcsfontosságú ügy a jó helyezkedés. Nagyon fontos, hogy mindig megtaláld azt a helyet, ahol el tudsz úgy bújni, hogy legyen időd újra tölteni a löveget, továbbá egy olyan bújja, ami ad menekülési útvonalat. Sokszor jó, ha váltasz egy külső nézetre, amikor menekülésről van szó, mert akkor jobban látod az utat. Az igazság azért már annyira megszoktam a belső irányítást, hogy idegen néha váltani a külsőre, de célszerű megtanulni azt, hogy mindig legyen egy külső nézetet, ha menekülésre van szó, hogy néha körbenéz, hogy nem akar körbevenni a gyalogság egy-két trükkösebb játékos a C4-ek tekintetében például. Azt érdemes mindenképp megtartani, megfogadni, hogy tényleg ne engedd magad körbevenni a gyalogsággal, ezért érdemes időnként tartani egy külső nézetet. Én speciál nagyon radarnézős vagyok, én tudom, nem mindig látszik a radaron az ellenfél, de nagyon-nagyon, tehát félszemben mindig a radarom van, ezért is nem nagyon szeretek külső nézetre váltani, valahogy idegen, vagy elszoktam, így szoktam meg a játékot. Persze, de hogyha még nem nagyon ástad bele magad a tankok rejtelmében, akkor érdemes megtanulni azt, hogy néha külső nézetben is nézd a tankot, ugye a C-gomb alapjáraton erre a külső nézetre a megoldás. Nos, nagyjából ennyi lett volna. Ugye érdemes a pályákat mindig megnézni, hogy milyen pálya jön. Az is lényeges egy szempont, mert hogyha kis pálya jön, minden pálya előtt azért érdemes egy kis időt rászánni arra, hogy beállítsd a tankodat, vagy úgy mondjam a megfelelő növegeket. Ugye kisebb pálya jön, egy Seizure Shanghai, vagy Downbreaker, vagy valami, akkor használj egy Heat Shell-t, használj egy Up Shell-t, ami képes magasabbat sebezni. Például a Seizure Shanghai-on ott gyakorlatilag jobb, hogyha egy gépfegyvert használsz, mert mostában kezdenek átállni az emberek a páncélzott jármű elleni növegekre, csak az a tankfelszerelésnek. Akkor Downbreaker-en is érdemes egy gépfegyvert a Heat Shell mellé, de azért, mert kis pályák, nem kell olyan nagy golyó ejtés számolni, ugye, így aztán nem nehezíted meg a saját dolgodat. Ugye aztán jönne például egy Silk Road, vagy itt a Dragon Pass, én úgy gondolom, hogy egy Sabot Shell az sokkal nagyobb hatással bír az ilyen hosszú távokon. Viszont ugye az Up Shell-t sem kell lebecsülni, mivel hogy úgy mondjam, a Heat és az a Sabot Shell között van valahol a hosszú távon a golyó ejtése, így azzal sem nehéz lőni, így aztán tényleg effektíven lehet vele kiszedni a gyalogságot is, illetve a páncélozott járműveket is. Arra nagyon fontos vigyázni, mivel hogyha a főágyúval akarod kiszedni a gyalogságot, nagyon-nagyon gyorsan fogynak a lövegek, és ha netán egy tankcsatába kerülnél, akkor akkor bizony, és kifogysz a lövegekből, akkor igen gyorsan vége a partinak. Ezért is, hogyha gyalogságra mész főágyúval, akkor válogasd meg azokat a bizonyos lövéseket, és csak akkor lő, hogyha tényleg tudod, hogy el tudod találni azt a bizonyos ellenfelet, ha nem, akkor meg úgy hagyd meg a gyalogságnak azt, hogy intézzék el helyetted a piszkos munkát, vagy egyszerűen csak fogjál tedd be azt a 50 kaliberes másodlagos fegyvernek, és úgy kezd el kiosztani a népet, de mint mondom, ez a két keretmetszetes, vagy bocsánat, ez a két metszetes ovális körre segít abban, hogy
ha jobban átlásd a csatateret, hosszabb ideig tartsd életben a tankodat. A másik lényeges szempont az, hogy hogyha ez az ovális kör ott van a fejedben, akkor egy olyan szögben is kezdesz el nézelődni. Szóval ebben az ovális szerű ködben kezdesz el nézelődni, ez talán segít abban, hogy észrevedd előbb a veszélyt, észrevedd előbb az ellenfél tankját, mert a látótered egy ilyen térben fog mozogni, és mindig figyelni fogod azt a bizonyos keretmetszetet is, hogy ki akar átlépni a te kis ovális körödben. Nos, ennyi lett volna. Ezek ilyen, hogy mondjam, logikus támadás, illetve védekezési érvek, hogy úgy mondjam, az a rész, amikor nem agresszívan támadsz a tankra. Mi van akkor, amikor agresszívan kell támadni a tankra? Ugye sokszor van az, hogy lövöd, és ő lő ki téged, és állsz értetlenül, hogy mi az Isten van, hiszen ugyanolyan erős a tankunk, hát hogy van az, hogy mégis ő lő? Nos, van egy apró technika, amit ha gondoljátok, elsőjátok, és kipróbáljátok, hogy mennyire működik. Mi van akkor, hogyha szemtől szembe vagy egy tankkal, és látod, hogy jönni fog, és akkor itt most akció lesz? Nos, ha szerencsés eset van, és te lősz előbb, tehát te be tudod előbbőt mérni, lősz egyet, az már rajta egyes sebez. Active Protection bekapcsol, tehát az a védelem, rögtön bekapcsol az Active Protection, mert addigra már ő is lő egyet. És ahogy szokott ez lenni, ha ő is a páncélzott jármű elleni felszereléssel jön ellened, ahogy szokott ez lenni, ő lő egyet, és majd utána rögtön lő egyet a másik lövegével. Tehát ez azt jelenti, hogy az Active Protection helyből két löveget ki tud szedni. A következő lövésednél ő kapcsolja be az Active Protection-t, vagyis várható, hogy bekapcsolja. Ekkor jön a te trükköd, hogy nem lősz. Tehát kivárod azt az 5 másodpercet, hadd ő lőjön, és amikor lejár az 5 másodperc, más dolgod nincs, csak mind a két lövegeddel megsorozni, vagy egy lövegeddel, vagy amit van. És gyakorlatilag arra mész ki, hogy az ő élete fogjon gyorsabban. Tehát még egyszer, meglátod a tankot, lősz, Active Protection be, ő lő. Szinte biztos, hogy két sebzést elnyelsz, te lősz. Ha szerencséd van, akkor még eltalálod, ha nem, akkor neked te is Active Protection-be fogsz beleütközni, de akkor nem szabad már többet lőni, csak fejben számolsz 5 másodpercet, és közben mozogsz a pályán, hogy ő se tudjon eltalálni, tehát meg lenne a mozgástér, vagy szembefordítod a tankodat vele, hogy minél kevesebbet sebezzen, és lejárt az 5 másodperc, bum, megküldött két löveggel, vagy a löveggel, ami van, és onnantól gyerekek már vége a parti, mert ő mobility-t kap, te valószínűleg még mozgékony leszel, úgyhogy onnan vége a bulinak. Nos, ugye akkor van a másik, ami célszerű törekedni, nyílt terepen szépen be tudsz menni egy tank háta mögé, és onnan, ha hátulról eltalálod, két mobility hit, vége van a bulinak, mert szinte 50 fölött sebzel, hogyha hátulról találod el a tankot, ha precízen hátulról találod el a tankot. Nos, ezt érdemes, mondom, kipróbálni. Ha netán fennáll az a helyzet, hogy ő jön helyből úgy, hogy Active Protection-nel, akkor a következő lépés az lenne, hogy szembe kell maradnod vele, hogy szemből találjon el gyakorlatilag, vagy megtalálod azt a bizonyos pontot, ahol el tudsz menekülni, vagy hátrafelé menetbe kezdesz el menni, hogy távolabb kerülj, hogy golyóet is kelljen számolni, és így nehezebben tudjon eltalálni, de a taktika utána ugyanaz tud lenni, hogyha ő elhasználta az Active Protection-t, te is elhasználod a tiédet. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!